Bár a szabolcs szatmár bereg megyei futballbajnokságok az elmúlt hétvégén véget értek, egy csapatnyi játékosra még vár minimum négy mérkőzés az idei A Magyar Labdarúgó Szövetség által szervezett megyei válogatottak tornájának első körében gyöngyösen lép majd pályára a Máti által irányított együttes. A négy ellenfél a Borsot, Hajdú, Nógrád és Heves legjobbjaiból összeállított gárda lesz. Az edző reményei szerint sikerrel veszik majd fel a harcot a riválisokkal a saját csapatunkat ismerem, a játékosokat ismerem, viszont az ellenfeleket nem. Itt folyamatosan változhatnak az erőviszonyok annak megfelelően, hogy mondjuk a tavalyi MB3-ból mely csapatok este ki. Csak egy példát mondok, ugye Hajdú megyében, Hajdúböszörményből most már lehet beválogatni, tavaly még nem lehetett futbalistát, úgyhogy ez ehhez is eh, ettől is függ. Az, hogy milyen esélyünk van, én szerintem Szabolcs megyének mindig jó esélye van egy jó eredményre, ez szerintem ezúttal sem lesz másképp. Az ibrányi csapat kapitánya bodógából szerint is van esélyük a jutásra. A tavalyi csapat az, az se volt egy nagyon rossz csapat, sőt jó csapat volt. Tavaly egy gólal maradtunk le a döntőbe jutásért. Ma ez szere, most, most, a hétvégén szeretnénk ezt kicsit tovább lépni, szeretnénk megnyerni ezt a tornát. Úgy gondolom, ez a csapat valamivel jobb, mint a tavalyi csapat volt, és ebben a, egy akármilyen válogatottban szerepelni azért nem kis dolog, és én ezt megtiszteltetésnek érzem, hogy ennek a csapatnak a csapatkapitánya lehetek. A megyei válogatott szombaton és vasárnap is két két 35 perces mérgőzés játszik. A tornáról az első két helyzet együttesül tovább a Pomázi és Szigeszent Miklósi következő körbe.